Berhidán egy 100 éves kisnemesi ház udvarán Elemér, a szamár köszönt minket. A csacsi már a kezdetektől együtt él a mintagazdaságot vezető családdal. A település lakói is jól ismerik, hiszen az utcáról jól látszik a karámja, és szívesen elfogadja a benyújtott friss répát, zöld füvet. A sajtműhely neve is Elemér miatt lett Szamaras ház. Sinka Klárával, a háziasszonnyal a gazdaság udvarán beszélgettünk arról, hogyan is indult el ez a családi vállalkozás. 10 éve költöztetek ide Berhidára, a fővárosból tulajdonképpen. Miért jutottatok erre az elhatározásra? Azt mindig is tudtuk, hogy majd ha családot alapítunk a párommal, akkor nem szeretnénk a fővárosban lakni. Valahol nagyon szerettük a Balatont, meg a Balaton környékét, nagyon sokat jártunk erre, már amikor még csak párként voltunk is együtt. És van családi kötődés is Fűzfőhöz, meg a Fűzfői kikötőhöz, és igazából bejártuk itt a környéket. És amikor összeházasodtunk 2010 augusztusában, akkor úgy döntöttünk, hogy akkor na most itt az idő, és akkor most már mozdulunk. És hát igazából Berhida tök jó helyen van. Közel van a Balatonhoz, de mégsem a Balatonpart még. Közlekedésileg minden irányból, több irányból is megközelíthető, és akkor így adta magát, hogy akkor Berhida nekünk egy jó hely lesz. Gazdálkodásban, gazdaságban már előtte is gondolkoztatok, hogy Budapesten mivel foglalkoztatok előtte? Hát nem volt ez ennyire tudatos, szerintem. Az biztos volt, hogy vidék, meg hogy lesz állatunk. De igazából mi egy komondor kutyával indultunk, akit Nászajándéba kaptunk a barátnőimtől, mert az már ugye akkor folyamatban volt, hogy akkor jövünk Berhidára, és szeretnénk egy kutyust, és akkor ilyen magyar fajtát szeretnénk, és hát egy komondor kiskutyát kaptunk, a Fülöpöt, őt egyébként látni fogjuk, még mai napig velünk van. Fülöp, szép nagyra nőtt már azóta, és igazából vele költöztünk ide, és hát így indult az állattartás egy darab komondorral. Aztán hát karácsony ajándéknak kaptunk egy szamarat apósomtól, mert hogy ő mindig is akart egy szamarat, és akkor hát ha már mi itt vagyunk vidéken, tessék, kis csacsi volt akkor az Elemér, tehát igazából egy idős a Fülöppel, ő is velünk van mai napig, ő is most 10 éves. És hát aztán akkor akartunk egy pár tyúkot, úgyhogy 4 tyúkkal, 1 kakassal, és egy fiú és egy lány bárányjal indultunk. Így kezdődött minden. Gyógypedagógusként végeztem, és igazából nem sokkal azután, ahogy végeztem, mert egy rövid ideig dolgoztam, és igazából már jöttünk is, és akkor én a környéken kezdtem munkát keresni, mert hogy fix még nem volt Budapesten, a párom pedig víztisztítással foglalkozik, és ezt igazából bárhonnan tudja végezni, úgyhogy ő amúgy is járt az országot, és jött-ment, tehát igazából, hogy most Budapestről indul, vagy Berhidáról, az már majdnem mindegy volt neki, és ilyen szempontból is ez a közlekedés azért fontos volt, és akkor így jó, Berhida, meg közel a pálya, de tehát neki ez volt a munkája, én meg akkor, hát akkor itt keresgélek. Hát aztán hip-hop érkezett az első gyermek, úgyhogy igazából én nem lendültem bele ebbe a gyógypedagógiai munkába, itt a Balaton vidéken, úgyhogy így érkeztünk ide. Igazából. És mikor született meg az az elhatározás? Most itt mesélted, hogy igen, szépen folyamatosan jöttek mindenféle, jöttek az állatok, hogy ezzel foglalkozzatok, hogy állattartással, illetve hát tulajdonképpen feldolgozó iparral. Hát ugye ez a kis állatállomány volt kezdetben, és akkor, amikor ide költöztünk, a rengeteg melléképület, meg így az udvar adta magát, jöttek az emberek, és próbáltunk felújítani mindent, és akkor így mondták, hogy voltak, akik emlékeztek, hogy fú, itt ez volt, itt az volt, itt amaz volt, és akkor fú, meséltek már, hogy hogy nézett ki, és akkor hát ez a szerszámos, ez egy istálló volt, tényleg, és akkor elmesélték, hogy volt, aki emlékezett rá, hogy pontosan hogy nézett ki, és hát így igyekeztünk újra visszaállítani a régi formáját. Ez egy több mint 150 éves épület ez a ház, tehát így jó régi, jó vastag falakkal, főleg vályokból, és akkor így ugyanúgy kialakítottuk az etetővályót, akkor a csatornarendszert, stb. És amikor ott állt az a gyönyörű istálló, töltsük meg állatokkal, és akkor azt mondták nekünk itt a helyi állattartók, hogy hát a bika a biznisz, és akkor 7 darab bikával kezdtünk, tehát nem tehenünk volt, hanem bika. 7 darab kis bikát vásároltunk, és akkor azokat hízlaltuk. És akkor aztán nem volt akkor a biznisz igazából, mert hogy pont akkor
futcsolt be, tehát a külföldre nem vitték az állatokat, de aztán végülis csak sikerült elpasztolni, meg hát többet levágtunk, feldolgoztunk, az ilyen izgalmas volt, hogy akkor azért egy bika az csak nem egy disznó, de kaptunk segítséget, és akkor igyekeztünk ebbe így beletanulni. És akkor egyik este már megszületett a kisfiunk, hát én ugye babáztam ezerrel, meg persze felújítunk, kis fészkünket szépítgetjük, építgetjük, és közben hát hagyni kell, amikor a férfiak valamit tevékenykedni akarnak, és úgy jött a párom, hogy vegyünk két üszőt, mit szólnál, ha lenne tehenünk? Mondtam, tehát tőlem, sose volt még, nézzük meg, hát hely van, tehát végülis van hol rakni, és akkor hazájt ott rögtön kettő darab üszővel, ugye akkor azok még kis borjuk voltak, de már vemhesek, tehát úgy érkeztek, hogy már vemhesítve voltak, és hát 9 hónap múlva, mert ugye 9 hónapig vemhes egy tehén, hát megszületett az első boci. A Riska, ő mai napig itt van, egyébként most már tehén, sokszoros anya nálunk, és hát így kezdődött minden. Tehát akkor ott volt a tej, ott volt, hogy azzal valamit kezdeni kell. És akkor, hát Isten tudja, mennyi túrót ettünk igazából, mert az ott a legegyszerűbb, ugye leöntöd, megalszik, mondták, hogy kimelegítjük, akkor leszűrjük, lecsöpögtetjük, kész a túró. Hát a család jött túrógombot partira, meg túrót ettünk túróval, meg rengeteg kakaó, meg palacsinta, meg minden, és csináljunk sajtot. Hát mit lehet még? Mert ugye egy idő után a bocik sem isznak annyit, és akkor ugye eleinte megitták a bocit, meg felhasználtuk. Ez ott ugye 2012-ben tartunk most, és akkor jöttek-mentek az öregek, és mondták, hogy hogy kell sajtot készíteni. De hát igazából mi az interneten gondoltuk, hogy akkor szétnézünk, és hogy is van ez a sajtkészítés, és eleinte ez a hagyományos, ecetes, kicsapatós módszerrel készültek, friss gomolya sajtok. De már az is egy nagy eredmény volt, hogy akkor csinálunk sajtot, és azt elfogyasztja a család. Hát így kezdődött minden. Akkor tulajdonképpen ezt így autodidakta módon, tehát igen, a hagyományos itt a falu belieknek az elmondása alapján kezdted el kitanulni ezt a igen, szakmát. Hát ugye a párommal együtt, mert hát ő volt az, aki hát valakinek kellene tehenet is fejni, és akkor jött a bácsika, jött segíteni, és akkor eleinte ő fejte a teheneket, és a párom fokozatosan megtanulta tőle, tehát ő ezt a részét, a tehén tartás, hogy megfelelően tápláljuk, hogy legyen is tejhozam. Hát így még a feldolgozást, igazából igen, olyan autodidakta módon, internet, rengeteg utánaolvasás, csomó-csomó könyvet vásároltunk erről, amiben a sajtkészítés, tejtermelés, stb. Címszóval aztán van egy hölgy, a Pozsa Panninak hívják, Biatorbágyon, ő nála voltunk legelőször ilyen sajtkészítő tanfolyamon, ő mai napig csinálja ezt, meg egyébként egy webshopot üzemeltet, és akkor onnan is lehet ilyen kis házi sajtkészítőknek nagyon jó csomagok, meg oltó, kultúra, minden van, és ő tart ilyen sajtkészítő tanfolyamot. Van, aki hobbiból egy jó hétvégét eltölteni volt ott, 10-15 fős csapatot kell elképzelni, és ez egy péntektől vasárnapig, tehát egy 3 napos. Nekünk tök jó volt, mert mondtam, hogy akkor kimozdulunk, romantikázunk 3 napot, ugye a gyerek itthon Nagyival, szia Mazsola, megérkezett Mazsola, a kutyusunk, és hát ott az ilyen alapsajtokat lehetett megtanulni, mint gomolyasajt, trapistasajt, és akkor utána van ennek egy közép fokozata, meg egy ilyen mesterképzés, és akkor mind a 3 fokozatot végigjártuk. Na, a 3. már csak olyanok vannak, akiknek van tejük, és sajtkészítéssel akarnak foglalkozni. Tehát olyan emberek gyűltek ott össze. Úgyhogy... Most az elmúlt évek során hányféle sajtot készítettek? Tehát akkor gondolom, hogy ennek köszönhetően bővült a termékpaletta. Igen, hát ugye úgy volt, ez egy nagyon jó alapot adott nekünk igazából, és akkor egy idő után, hogyha saját tejed van, az a legfontosabb az egész történetben szerintem, mert bárki tud sajtot készíteni, de jó sajtot csak szerintem azt tud csinálni, akinek saját teje, saját tehene van, és jó minőségű. Tehát a jó sajtkészítés az a jó tej előállításánál kezdődik. A sajtműhelyben a látogatásunk napján grillsajt, gomolya és végül egy adag kamambert sajt is készült. A precíz időhöz kötött lépéseket stábunk is figyelemmel kísérhette. Most következett az a rész, hogy beoltjuk a tejet, ezt egy kis vízbe szoktam a tejoltót feloldani, és akkor azt öntöm bele a tejbe. És akkor ilyenkor már csak lágyan kavarjuk meg, hogy ne nagyon mozogjon a tej, és akkor utána következik az alvás idő.
egy kis sajt lesz. És csak ilyen nagyobb darabokra kell válni. Kicsit lesz még keverve, visszamelegítve, és utána pedig megfőzzük, mert attól lesz grillsajt, és süthető, hogy kap egy hőkezelést, és akkor utána már biztos, hogy nem folyik le a grillrácsról, illetve nem folyik szét mondjuk a serpenyőbe sütjük. Hogy megaludt a tej, eltelt ez a 25-30 perc a gomolyánál, és akkor most ezzel a sajt hárfával felvágjuk. Utána az következik, hogy picit hagyjuk állni, hogy kicsit feladja a savot, majd keverni fogjuk. Most felvágom. Felvágás után a sajt felengedte a savót, most abban a szakaszban tartunk, hogy legalább egy 10 percig keverjük az alvadékot. Látható is, hogy mozognak a kis alvadékszemek, ennek az a lényeg, hogy folyamatosan mozgásban legyen az alvadék, és megfelelő mennyiségű savót eresszen ki magából. Nyilván még fog kicsöpögni, miután megformáztuk is. De most az a cél, hogy egy kicsit mozgassuk, és ereszte ki a savót. Jó, elérkeztünk a gomolyos sajt készítés legizgalmasabb pillanatához, kiszedjük az alvadékot. Előre szoktam készíteni a formákat, én ezekben a formákban készítem, ezekben fogjuk forgatni a sajtot, és akkor igazából ilyen önprés által fogja kiereszteni a savót, és akkor, amikor már elég kemény a sajt, és sok savót kiereszted, hogy akkor van kész egy gomolya, hát ez mondjuk estére lesz meg, addig többször jövök és forgatgatom. Lehet ezt egyébként eredetileg ilyen pelenkanyagba szokták rakni, és akkor felakasztják és csöpögtetik, mint a túrót. Eleinte volt, hogy én is úgy csináltam, aztán ez a forma ilyen nekem tetszik meg dizájnos, és akkor mégis kerekebb lesz az alakja, vagy ilyen jobban tartja a formát. Egy idő után elkezdtünk kísérletezgetni, saját magunk próbálkozni, hogy akkor ebbe még ezt kellene, ebbe azt kellene, és úgy kialakultak a saját receptek. És igazából az érlelt sajtjainkra vagyunk úgymond a legbüszkébbek, mert van, aki csak frisseket készít, egy pár érleltet, de ugyanállunk tök jók az adottságok az érlelt sajt készítéséhez, és van egy ilyen ötféle alapsajtunk, ami mindig készül, ami mindig készleten van. Ezek mind ilyen 3-5 hónapig, tehát hosszú ideig érlelt, karakteres, jellegzetes ízű sajtok, fűszeres, vagy sima, vagy füstölt, vagy natur formában, és azon kívül csináljuk azokat a sajtokat, amiket a vásárlók várnak. Készül a paranyica, készül a gomolya, készül a mozzarella, a feta, tehát ezek a frissebb jellegű. Extra még szerintem nálunk a kamember, ami szintén egy jó hosszú tanulási folyamat eredménye, hogy az igazi jó kis kamember legyen. A kamember miután felvágtuk és kicsit kéreztette a savot, akkor formába kerül, egész egyszerűen csak belemerjük az anyagot, azért óvatosan ne törjük.
hogy nem nagyon tud ő összeférni más érlelő bacival. Hát a kamambernek meg ugye sajátságosan a fehér penész, az ugye pont nem barátok a rúzsal. Tehát, hogyha együtt tartanám ott a két sajtot, akkor nem tudom, melyik győzne, de valószínűleg a rúzs, és lenne szép rúzsaszín kamamberem. Egyébként van olyan, hogy rúzsos kamamber, úgyhogy ez is egy távlati cél lehet, hogy olyat is csinálunk. Egyenlőre natur, fehér penésztel érő, kifejezetten lágy krémes kamamberteket készítünk. Hát ez a tető egy külön helységet kapott, és itt most egy olyan stádiumban van jelenleg, hogy egyébként ma is készítünk kamambert. Ez most egy hetes, ami azt jelenti, hogy már van rajta, a fehér penész az már megjelent, hogyha kicsit közelebb hozom és így kiveszem a kezelet, de még nem tökéletes. Mm-hmm. Tehát még azt várjuk, hogy ez sokkal szőrösebb legyen, úgymond, és akkor még egy pár napot itt fog tölteni, addig forgatgatjuk, és alakulóban van rajta a fehér penész, és akkor, amikor már kellőképpen szőrös és vastag rajta ez a réteg, akkor kerül becsomagolásra és hűtőbe. Egyébként abban a csomagolóban is még ő dolgozik és érik. Tehát annál puhább lesz, minél tovább tartjuk. A vége az az, hogy egy folyós sajtot fogunk kivenni a csomagolásból. Az elkészült sajtokat, illetve mondtad, hogy van, aminek ugye több hónap érési idő is kell, hol tudjátok tárolni? Igen, hát van egy nagyon jó pincénk, ugye mondtam, hogy jó öreg már a ház, és akkor eleinte mi, én Tokajhegyaljai lány vagyok, és onnan mindig van egy kis mustom, szülőfalum Mád, és akkor a papó mustjából mindig a kis jussovat mindig minden évben ősszel megkapom, és hát akkor próbálkoztunk, ugye hát azból itt lesz bor, Berhidai pincében lesz bor, és hogy hát boros pince. Berendeztük, tök jó, hordók, stb. Hát bornak nem annyira jó, mert a bor nem érzi túl jó magát benne, sajtnak viszont tökéletes, úgyhogy igazából így is adott a hely, és nálunk aztán kiderült, hogy az, amit a sajtokon kialakuló kicsit rózsaszínes penész, vagy valami, akkor mi nem tudtuk, hogy mi az, hát az a rúzspenész, úgymond, ami nálunk egy adottság. Arról azt kell tudni, hogy ez egy sajtérlelő baci, ez a rúzspenész, de az egyik legagresszívebb, tehát hogyha valamelyik sajtra rámegy, akkor igazából ő uralja a többit is, tehát nehéz mellette másfélét készíteni, mert akkor ő mindenen egy idő után elterjed. Ez az úgynevezett rúzspenész, és hát a pincénkben nekünk ez adottság. Tehát az egyik fő sajtunk, amit a legrébb óta készítünk, a Berhidai lyukacsos, így neveztük el. Tényleg első perctől készítjük, nagyon sok változáson átment már a recept, most már ugyanaz a minőség, az pedig egy rúzspenészes sajt. De az összes érleten végigvonul ez a rúzsaszínes réteg, ez a rúzsos íz, ez egy elég karakteres ízvilág. Az évek során az igények figyelembe vételével és a receptek finomodásával egyidejűleg ötféle érlelt alapsajtot készítenek. Ebből három natur, kettő fűszeres. Így a betérő vásárlók mindig választhatnak a Berhidai lyukacsosból, a friss és füstölt trapistából, a köménymagos vagy éppen a görög szénamagos érlelt sajtok közül. Az öt alapsajt egyébként hogy alakult ki? A lyukacsos azt ugye említettem, hogy alapvetően egy ilyen, mivel hogy ez a rúzs adottság volt, azzal kísérleteztünk, dolgoztunk, és valahogy így kialakult sok-sok kísérlet, sok után ez a recept, hogy akkor nekünk ez az íz tetszik, és ez hál' Istennek másnak is tetszik. És akkor a trapista jelleg az meg kifejezetten az igényeket szerettük volna kielégíteni egy könnyedebb, frissebb sajt iránt, és ugye abból nyilván a füstölt változat az is roppant népszerű, meg közkedvelt, úgyhogy a trapista jellegű, ugye natur és füstöl, az már így egy sajt, de mégis kettő, mert hogy sima is, meg füstölt is, ezek a 3-4 hétig elleltek, ez ugye így már 3. A két fűszeres meg a köménymag, párom nagyon szereti a köményes sajtokat, és mindenképp akart egy ilyen köményes ellelt sajtot kísérletezni. Hát a görög szénamag is az ötlete volt, mert még nem mondom, hogy honnan, egyszer csak mondta, hogy tegyük bele. Ez jó lett, valahol olvasta, azt hiszem, hogy ez izgalmas lehet sajtban. És ez a görög szénamag, ez hát azért nem egy olyan ismert fűszer. Nem, ezt többször is kell mondanom, hogy mi szóval azt a szénás sajtot, és ja, tudom, miről beszélünk. Egyébként a sajtnak van egy fantázia neve, az ámor, ez egy tök jó sztori. Ezt szoktam mondani különösen, ha párok vannak a társaságomban, mert hogy állítólag a görög szénamag, ez egy grill fűszer, és az egyetlen fűszer, ami afrodiziákum, úgyhogy vágykeltő jelleggel bír. Ezért a sajtnak nem tudtuk kihagyni, hogy ne ilyen szerelmes neve legyen, és ezért ámor néven fut ez a sajtunk, és nem mellesleg ilyen diós, magyarós íze van.
milyen más profilja van még a vállalkozásnak? Ma is egy olyan napon érkeztetek, amikor nyitva vagyunk, hát van egy nyitvatartásunk, és akkor a reggeli friss tejet azt nyers tejként értékesítjük, tehát van rá lehetőség, hogy hozzák a kis kannájukat, a kis üvegüket, az emberek is, mi megtöltjük még szinte tőgymeleg tejjel, mert 8-kor nyitunk, hát addigra van tőgymeleg tej, tehát túl korán nem kezdjük, de hát valahogy így alakult ki nálunk ez a, van több gyerkőc, és akkor nehéz a reggel, és így 8-ra biztosan van tőgymeleg tej, tehát itt helyben friss tejet szoktak főleg vinni, meg nyilván sajtokat is, és hát ezekre a tejtermékeket is készítünk még ebből a tejből, a joghurttal a kefirig, túró, tejföl, krémsajt, igazából majdnem az egész palettát felvonultatjuk, tehát azok is készülnek heti szinten mindig frissen, és ezekkel vonulunk ki majd szombaton, péntek-szombaton piacra. Ez így az alap, ami mindig működik. Hát azon kívül rendelésre szoktam készíteni sajtálakat, akár egy szülinapra, céges rendezvényre, karácsonyra nagyon sokat szoktak, vagy tényleg vendégvárónak tökéletes az asztalra feltenni, és azzal már igazából a vendégeket tudod is fogadni. Tehát rendezvényekre ilyen sajtálakat szoktam készíteni. Azon kívül szokott nálam lenni látogató gyereksereg igazából. Volt már nálam a Pere Martoni, a Berhidei óvoda is tavaly az Állatok Világnapján például meglátogattak minket, és akkor jó sok gyerkőc megjelent itt, nyilván nem egyszerre, és akkor több turnusban megnéztük az állatokat, etettek egy kicsit, meséltem, majd igazából mindenki elkészít. Csináltunk egy sajtot együtt, és akkor a gomolyos sajtot minden gyerkőc elkészítette, és aztán a készterméket pedig hazavitte és elfogyasztották. Készítettél egy nagyon szép sajtálat. Mi található ezen? Mit kell róla tudni? Igen, hát beszéltünk, hogy olyan sajtálakat is készítünk ünnepekre, alkalmakra, szülinapára. Hát készítettem nektek, hogy meg is tudjátok kóstolni azt a sok mindent, amiről itt ma beszélgetünk. Hát erre az alapállalóan készíten lévő sajtjainkból tettem. Középen egy natúr csigaparenica van felszelve, de van ebből a füstölt paranicából mangalica sonkával töltött változat is. Itt köszön vissza például a mangalica malacka a sajtkészítéshez. Nagyon jó a sonka, sonkasajt együtt. Ugye ezek füstöltek. Tettem egy natur trapista jellegű sajtot, vele szemben van egy füstölt trapista jellegű sajt. Ezek ilyen nagyon népszerű. Hát talán azért is, mert érlelt sajt, de még nem annyira nagyon karakteres és erős. Sokan nem szeretik. Van, tehát a vásárlók közül kell ilyet is csinálni nyilván, mert ezek főzni, egy rakott ételbe, vagy csak szendvicsbe, ezek a mindennapos fogyasztós sajtok. És akkor van a híres berhidei lyukacsos, remélem egyszer híres, de már úgy sokan úgy jönnek, hogy a berhidei lyukacsosból szeretnék kérni, abból tettem, itt van a sonkás mellett, ez a 3-5 hónapos naturérlek sajtunk, ez az a rúzs penésszel fűszerezett, karakteres ízű, és tettem még a mozzarellából. Hát ugye ez egy gyúrt sajt a mozzarella, én töltött formában készítem csak, fokhagymás krémsajttal van megtöltve. Ez a külső fehéres réteg, és a zöldes, az pedig tökmagolajjal van megkenve, és tökmagszemmel van megszorva. Ezeket a sajt különlegességeket nőrösít említetted, hogy van benne mangalica, meg tökmag, hogy álmodjátok meg, hogy találjátok ki? Igen, hát fúha, a mangalica sonkásat, hogy a sonka meg a sajt együtt ettük, nem tudom, arra most nem tudok vártani, a mozzarellára tudok, mert azt úgy volt, hogy amikor elkészült a szoktunk krémsajtból fokhagymásat és magyaros ilyen körözöttes jellegű krémsajtot készíteni, körözöttes fűszerek, de a krémsajt van bekeverve, hogy fú, hát ez mennyire jó lenne egy ilyen mozzarellával együtt, és akkor töltsük bele. Na, az nem volt jó, a fokhagymás jó, és akkor fú, hát jó lenne valami szín, valami zöld, és akkor spenót, megpróbáltuk a spenótot, nem volt jó, és akkor hát mi lenne, mi legyen, hát van ez a jó kis medvehagyma, nézzük meg, és azzal a parenica lett jó, tehát azt végül is a parenicába töltöttük bele végül, és akkor ebben meg akkor zöld, nézzük meg a tökmagolaj, tökmag. És akkor azzal jó. Tehát ez végül is ilyen kísérletezés során alakult ki. Amikor itt kísérleteztek, akkor hát kinek a véleménye számít? Igen. Hát én megmondom őszintén, a sajtot enni, hát kis mennyiségbe fogyasztom, de nem azért, mert én kóstolgatásban abszolút benne, hogy nagy mennyiségben úgy nagyon nem. Hát a párom, hogy nagy
sajtos, meg hát nagyon szereti is a hasát, úgyhogy hát megszoktunk állapodni, hogy akkor még kóstolgattunk, és végül is közös döntés, hogy mi a jó. De volt olyan, amit például piacra dobtunk, és akkor visszajelzések alapján el tudtuk vinni az ilyen kísérletet. És akkor, amikor árusítunk, aznap akkor kóstolónak ki van téve, és akkor nagyon kíváncsi vagyunk a véleményekre, visszajelzésekre, és az alapján az abban azért kiderül, hogy mit is kell csináljunk. A tejtermékek előállítása természetesen nem működne az állatállomány megfelelő gondozása nélkül. Az istállóban a 8 üszön kívül azonban még más házi állat is helyet kap. Egy tehén egy évben egyszer azért valamit produkál, és akkor vagy kisbika, vagy kis üsző lesz, és a bikákat, azokat pedig felhízlaljuk egy éves korig, pont mielőtt még nagyon fiús lenne egy bika, és esetleg problémát okozna a listába. Ők bekötve az istállóban laknak, nyilván őket hízlaljuk, tehát ők nem jönnek, mennek szabadon itt az udvarban. Őket vágóhídon szoktam levágatni, és akkor én abszolút hivatalosan kimérem a húst, tehát az ilyen friss tőkehús formájában kerül eladásra. Mindig vannak apró szárnyasaink, hát jelenleg most libák futkároznak az udvaron, kacsa, tyúk, kakas, aztán mindig van mangalicamalacunk, mert a másik ága még a vállalkozásnak a füstölt áru, ami ilyen szezonális, mert egy 6-8 mangalicát tartunk egy évben, kifejezetten mangalicát, mert ez is már az idők során bebizonyosodott, hogy mértéktelenül tudja fogyasztani a savót. Ugye a sajtkészítés mellékterméke a savó. Tehát amikor kiszedjük a tejből a sajtot, nagyon sok savó marad vissza, amiből például ordát szoktak kifőzni. Tehát az is még egy plusz termék, de hát nyilván ennyi ordát nem készítünk, tehát jó sok a savó nálunk, és a mangalica disznó az, aki korlátlanul tudja fogyasztani, és szép nagyra hízik tőle, és igazából ez ezért is, meg hát ugye magunknak nyilván tartunk disznót, és ezek az állatok füstölt formában kerülnek eladásra, tehát legfőképp minden, amit csak lehet, szalona és kolbász ilyen formában, tehát még ez ilyen plusz. De ez az időszak igazából októbertől áprilisig, tehát ez az őszi, nem erre vagyok beállva, nekem nincsen hűtőházam, így a füstöltárónak, addigra pont ez a 6-8 állat fel van dolgozva. És ilyen formában értékesítjük helyben és piacon szintén ezeket a mangalica füstölt árukat. Az állattartás az teljes embert kíván, tehát azért se vasárnap, se karácsony. Ezt úgy ilyen nagy család mellett, mert három kicsi gyereketek van, illetve hát a legnagyobbik az azért nem olyan picike. Hát, szóval hogyan jut mindenre idő? Hát nem unatkozunk, mindig úgy szoktam, hogy mindig történik valami, tehát aki állatot tart, meg főleg, hogy velünk élnek itt az udvarban, itt nincs olyan, hogy ne legyen semmi. Hát vannak nyilván, vannak húzósabb időszakok, mondjuk egy ünnep előtt, vagy amikor tényleg úgy összejön minden, hogy akár, tehát ez a, tényleg ez az őszi-téli időszak, amikor mondjuk rendezvények is vannak, és ott is meg kell jelenni, de jön az ünnep, arra nyilván a vásárlók is jobban felkészülnek, mint magánember is próbáljuk megélni aktívabban ezeket az időszakokat, ekkor úgy minden összejön, de aztán vannak ilyen pihenősebb időszakok, és akkor azt meg ki kell elvezni, és arra az időszakra kell összpontosítani a családi dolgokat igazából valahogy. Hát a gyerekek ebben ülnek bele igazából, hogy ők alkalmazkodnak ahhoz, hogy mi így élünk, hogy esetleg a karácsonykor ugyanúgy reggel este meg kell fejni a tehenet, de mindig valahogy, tehát két fejés közt azért összejön, hogy jöjjön a Jézuska, úgyhogy igyekszünk. És ők egyébként mennyire bevonhatók már ezekbe a munkálatokba? Abszolút, tehát van olyan felvételem is, pont a múltkor néztem vissza a képeket, ahol a kisfiam még éppen hogy tipeg, de már eteti a jószágot, tehát igazából tényleg babakorát ugye kint van az udvaron, ugye természet gyermeke, mindig így szoktam mondani. Hát van a kisfiam 9 éves, a kislányom ő pedig 6 és fél, mindkettőnek van vasvillája. Tehát azt ugye el kell mondani, hogy ők azért nagyon részt vesznek ez a beetetnek, de ha kell, az istállóban segítkeznek takarítani. Szóval igazából most már úgy rájuk is lehet bízni, hogy na a bocikat etessétek meg, vagy itassátok meg, és ők ezt hála Istennek, hogy jó szívvel és lelkesen, tehát ez nem teher nekik, nem teherként, hanem kalandként, meg feladatként, napi szinten, napi feladatként érik meg. De nyilván nem kell nekik csinálni, ha kedvük van akkor. De igazából mindent együtt csinálunk, tehát abszolút részt vesznek. Sajtot is tudnak már csinálni. Úgyhogy ott is nagyon komoly segítségek. Ezek a Jersey típusú tehenek.
ez az egyszínű vagy foltosan barnák. Ez igazából mindegyik jersey, kivéve az a sötétes, abban van egy kis vörös tisztkeverék is. Ez a kicsit ilyen csontosabb, kisebb, termetű tehén, de ez nem jelenti azt, hogy nem elég vagy jó a teje. Nekünk azért fontos, mert lehet, hogy kevesebb mennyiségben kevesebb tejet ad, mint egy magyar tarka vagy egy holstein fríz, de nagyon jó beltartalma, tehát nagyon jó zsíros tejet ad, és akkor a sajtkészítéshez meg az kell, hogy jó zsíros te legyen, és minél több alvadékot tudjuk kiszedni a tejből, minél több sajtot. Bent a műhelyben, ott ugye 50 liter tejből készítettek most gomoly sajtot. Egy ekkora mennyiségből végül mennyi sajt lesz? Hát átlagosan úgy szokták mondani, hogy 10 liter tejből van 1 kiló sajt. Na most ebből a jersey tejből azért több mint egy, azért mondhatni, hogy majdnem ilyen másfél kilót is ki tudunk szedni. Most mi, amit készítettünk 50 litert, abból végül emlékszem, hogy 7 tömbünk lett, és azok olyan kiló, másfél kilós sajtok lesznek, úgyhogy elég jó a beltartalma ennek a jersey tejnek. Mi az, ami egy ilyen nagy gazdaság fenntartásánál, működtetésénél esetleg nehézséget okoz, de és mi az, ami úgy túl lendít titeket, tehát ami előre visz? Igazából szerintem az, hogy a sajátunk meg a miénk, és hogy gondozod, mint egy gyermeket, és hogy van benne azért már rengeteg munka, és nem akarod veszni, hagyni, és mindent megteszel azért, hogyha gond is van, vagy döccenő, akkor valamit találsz, valami megoldást, és akkor fontos, hogy lelkes legyél és kitartó, mert van, amikor sok, nyilván, mert van olyan. De akkor alszol egy jót, pihensz egy éjszakát, és utána mindjárt jobb kedvűen, derűsebben kelsz fel, és akkor látod a fényt az alagút végén, tehát ez nem egy ilyen nagyon káoszos történet, tehát ez, hogy a tiéd, és gondozod, és viszed tovább. És folyamatosan igazából egymásból adódnak az újabb és újabb feladatok, vagy ötletek és lehetőségek, és mindig van a fejünkben, hogy még mit szeretnénk. Még többször a család kérdezi, hogy nem unjátok még? Hogy nem unjátok még? Mert lassan 10 évet csináljátok, és hogy hát mit lehet még? Hát ebben még rengeteg potenciál van. Tehát ez egy dolog, hogy most itt tartunk. Cél volt az, hogy egy idő után, ugye amikor már, mert ugye 2 tehénkével kezdtük, most van 8, tehát azért egy idő után a tehenek kisbocia is tehén lett nálunk, és akkor most már így felfejlődtünk, ezeknek a termékeknek piacot kellett találni. Én azt gondolom, hogy úgymond megtaláltuk és van, de nyilván, ha még több tehén, vagy még több tej, akkor még lehet fejlődni, és lehet tovább menni. Meg kicsit ebben a következő terveink, ez kicsit ez a vendéglátósdi, falusi vendégasztal, szóval ezek a dolgok, amik mostanában nagyon népszerűek és menő, tehát ebbe látunk még esetleg jövőt. És ami a nehézségeken túllendít, ez, hogy azért van egy jövőképed, és akkor azt szeretnéd megvalósítani, és akkor abba az irányba próbálsz mindent tolni, vagy haladni. Milyen értékeket képvisel ez a vállalkozás, és mi az, amit úgy szeretnétek egy kicsit tovább vinni? Mindenképp valahogy ez a hagyomány, hogy próbáljuk megteremteni az asztalra valót, és hogy olyat tegyünk, ami jó, és nem tele van mindenféle adalékkal, és szeméttel már elnézést a kifejezésért,
Tehát én mindenképp nagy előnek tartom, hogy a mi gyerekeink abban nőnek fel, hogy azt teszik, amit itt nagyrészt megtermelünk. Tehát van egy nagy kertrész is hátul, nem mondom, hogy mindent megtermelünk magunknak, mert arra már tényleg nem jut idő, de azért egy kicsike kertet művelünk, és onnan is tudunk betakarítani zöldségeket, nagyon sok gyümölcsfánk van. Tehát ha kijön a gyerek a kertbe, akkor biztos, hogy ki tud húzni egy szárépát, vagy levesz a fáról egy cseresznyét, vagy almát, vagy bármi, és hát amellett, hogy nyilván nem mindenkinek van tehene és teje, de hát igazából a konyhára valót majdnem mind húsban, mind tejben, tejtermékben meg tudjuk teremteni. És ami számunkra érték, hogy, vagy talán lehet, hogy ezzel teremtünk értéket, hogy ezt nem csak magunknak teremtjük meg, hanem a vásárlóinknak is, hogy ők azt ugyanehhez hozzá tudnak jutni, hogy ez abszolút adalékmentes, 100% tej, ami itt készül. A hagyományok ápolása, a sajtkészítés tradicionális módszereinek továbbadása és a fenntartható gazdálkodásra való törekvés mindenképpen példaértékű. Aki családi, háztáji gazdaságban gondolkodik, mindenképpen mintául szolgálhat. De ha valaki minőségi tejterméket, füstöltárut keres, azok számára is nyitva áll a Berhidai Szamarasház.